Hogyha azt mondjuk magunkról, hogy hívő emberek vagyunk, én is annak tartom magam, akkor nem gyűlölködünk, és nem igyekszünk feltétlen módon keresni másnak a hibáit. Szájer József egy illegális melegorgián vett részt Brüsszelben. A hatóságok megérkezésekor az Eres csatornán próbált elmenekülni. Most a kijárási szabályok megsértése és kábítószerrel való visszaélés miatt nyomoznak ellene. Szájer Józsefnek szerepe volt az alkotmány kidolgozásában, ami sokak szerint korlátozza a melegek jogait. Kimentünk a Nyugati térre, megkérdeztük az utcaemberét, mit gondol a Szájer botrányról. Minden barátom ki van akadva, akárki olvasta, vagy neten, vagy hallott erről az ügyről. Teljesen ellentéte annak, mint amit ők prédikálnak. Tehát ez neki kellemetlen tulajdonképpen. Az egész kormánynak, ha azt nézzük, mert teljesen ellentét annak, amit szeretnének elérni. Nem tudom, hogy számol el mondjuk a családjának, a feleségének, a gyerekeinek, vagy a hozzátartozóinak, mert akkor idáig hazugságba jött. Plusz ők voltak azok, akik még megmondták a melegeknek a jogait, nagyon sok jogkörét. Akkor miről is beszélünk? Ennyi, köszönöm szépen. Ezen a ponton átléptek egy olyan határt, ahol már az embereknek felháborodni sincs kedvük, meg energiájuk, hanem én azt érzem, hogy most jött el az a pont, hogy már csak nevetünk. Én tényleg eddig még úgy felháborodtam, meg nem tudom, most így azt veszem észre magamon is, hogy csak nevetek, és mémeket olvasok, és ezt látom az embereken is. Úgyhogy szerintem ez egy annyira groteszk, és nevetséges szintet ütött meg, hogy itt már csak így nevetni lehet. De nyilván, hogyha mögé nézünk, akkor azt gondolom, hogy ez felháborító, és akármennyire is szeretném azt hinni, hogy talán ez egy jel nekik, hogy igenis változtatni kéne, például az LMBTQ jogok kapcsán. Nem vagyok benne biztos, hogy ez meg fog történni, de hát legyünk pozitívak, hát ha. Megbotránkoztam. Teljesen döbbenet volt, úgyhogy egyszerűen nem is tudom nagyon szavakban foglalni, mert annyira elkeserítő és megdöbbentő a helyzet, hogy nagyon nehéz ezt bármilyen szinten is véleményezni. Nekünk, polgároknak borzasztó elkeserítő. És hogy ennek mi lesz a vége, és hogyan fog folytatódni, ezt még sajnos nem tudjuk. Hát biztos, hogy a hírünket nem segíti, viszont Orbán Viktor biztos, hogy nem fog változtatni. Ez én meggyőződésem. Meghosszabbítják Bicskéig, jó? Tehát szerintem én ezt így látom a dolgot. Nos, az a helyzet, hogy alapvetően, ha már a kormány olyan propagandával hódítja itt a népet, hogy az anya nő, a férfi pedig az apa, akkor ilyen szempontok alapján nagyon sürgősen el kell gondolkozni azon, hogy milyen embereket alkalmaznak egyáltalán a pártban, és milyen üzenetet közvetítenek ezáltal a választók felé. Nyilvánvalóan ez egy nagyon szélsőséges példája mind a két esetnek. Nem helyes természetesen az, amit a botránnyal kapcsolatban is emlegettek, ami történt, de ettől függetlenül mindenképpen változtatni kéne egyáltalán a hozzáálláson is, meg azon is, hogy mit közvetítenek az emberek felé. Szerintem az Orbán kormány LGBT politikájának az értelmezésén kéne változtatni. Mert önök nem azt mondják, hogy vagy az Orbán nem azt állítja, hogy nem lehetnek melegek, hanem azt mondja, hogy az magánügy. És a Szájernak is ez magánügye volt. És nagyon sajnálom, hogy így megkurcolják. Tehát egy fideszes politikus, akiként Brüsszelbe volt, milyen titulus? 25 fős melegorgián. Az orgiát azt tudom, hogy orgián volt, csak hogy mi volt a pozíciója. Európai képviselő, és már 10 éves távlat van a munkássága, és elment egy ilyen melegpartira, ahol a belépés ugye mesztelen rögtön, és úgy akart lelépni a dologról, mert raziáztak, elkapták őket, hogy hallani így, maszkon keresztül? Nem, azt mondom, hogy így hallani maszkon keresztül. Igen, igen. De és az ablakon le akart lépni, és az Eres csatornán ki az utcára, holott kijárási tilalom, meg minden volt, úgyhogy ő fatálisan mindent megszegett. És még drog is volt a táskája. És még drog is volt a táskába. Na. És ő alkotta az alkotmányt, ami kizárja az LMBT embereket bizonyos dolgok. Igen, igen, és pontosan az ilyen család mellett, hogy
családba két külön nemű félnek lehet gyereke, köthet házasságot. Szóval merőbe ellen ment ennek a dolognak, amit művelt. És akkor beszéltek evel a fiatalemberrel, aki a partit tartotta, hogy körülbelül 10 fideszes politikus megfordult ott már, meg 7 lengyel, szóval ilyen politikusok mászkáltak oda ilyen dologra. Hozzá kell tenni, hogy egy családos ember ez. Na, hát ennyit tudok róla. Szerintem ő összekapart már annyi pénzt magának, hogy éldegél, és akkor valahol. De ha nem lenne ilyen nagy horderejű ez a dolog, akkor szerintem még följebb rúgnák egy kicsit a ranglétlen valahol máshol. Nem? Ön szerint nem? Politikától független vagyok. Ezt most jól megbeszéltük. TikTokon láttam a mémeket, és szerintem mindenképpen változtatni kéne rajta. És ha megnézzük azt tényleg, hogy ezek a vallások, meg mióta konkrétan, jó, nem mondom azt, hogy elég felszínes dolog azt, hogy megint a vallás, meg minden, de alapvetően tényleg az, hogy most azért pont ebből csináltam nemrég egy közeli baráti társaságonak egy mémet, hogy ókori görögök, már 3 meleg orgiában voltam, és semmi, és most meg, hát az Isten nem szereti a homoszexuálisokat szerintem, úgyhogy ez egy baromság. Szerintem mindenféleképpen el kéne fogadni, a szerelem stb. A Szájer ügyén nagyon rég röhögtem ekkorát életemben. Őszintén, tehát nem lepett meg, egy nagyon-nagyon jót röhögtem rajta, nyilván borzasztóan elítélem, de itt igazából nem azt a részét, hogy orgiában volt, mindenkinek a saját dolga. Igazából se tényleg ez volt a vicces, hogy akiknek az az alapelvük, hogy tehát ezeket így megvetik ezeket a dolgokat, és így aztán így, tehát ez semmiből jött, ráadásul az ereszen, úgyhogy szégyen, hogy egy ilyen pozícióban lévő ember, most függetlenül attól, hogy milyen oldalhoz tartja magát közelebbnek, tehát szerintem szégyen, és egyáltalán nem értek vele egyet, viszont nem szeretném, vagyis én magamban nem szeretném annyira összekötni ezt magával, a Fidesznek a politikájával, tehát hogy értem én, hogy onnan való, attól függetlenül nem biztos, hogy köze van szerintem hozzá a politikai pártnak. A képmutatás és meg minden, tehát ez nem kérdés, csak egy szerencsétlen ember alapján nem biztos, hogy meg lehet ítélni egy vezetést. Ebből látszik, hogy az a férfi, aki egy kicsit bizonytalan a szexualitásában, az nagyon így utálja ezeket az embereket. És ugye ezen változtatni kéne, hogy szerintem fölösleges embereket utálni. Ők is ugyanúgy emberek. Nagyon-nagyon nevetséges volt. Rögtön ment a ilyen baráti csoportokba a mémek. Az is, hogy kikerült ilyen nagyobb platformokra. Például Twitterre is már a külföldi emberek is ezen nevettek. Hát igazából én már ezt rég tudom, meg lehetett olvasni, hogy ilyen a beállítottsága, és ez tényleg elgondolkodtató, hogy a Fidesz körében szerintem elég nagy arányban vannak jelen az ilyen beállítottsága emberek, és el kéne fogadni, hogy ez van, ezzel teljesen normálisan lehet élni. És nem üldözni kéne, és hát nem tudom, ami szomorú, hogy jó, igaz, most végre Szájer ugye lemondott, visszalépett, lemondott a Fidesz tagságáról is, tehát ő legalább végre csinált valamit. Vált az, hogy igen, így ezek után már nem lehet. De gondoljunk ugye a győri polgármesterre is, tehát ott azért próbálták még kimosni, hogy ez azért nem is olyan rossz dolog, hogy egy kis orgián részt vett. Tehát én igazából azt gondolom, hogy remélem, hogy sok ember ezen elgondolkodik, hogy Fidesz valójában tényleg nem az, amit mond. És nem vállalják a következményeket. Végre most ennek lett következménye, de a Fidesz ugye mossa a kezeit, ez náluk se összeegyezhető, és ugye Szájertől megszabadultak, úgymond, és akkor nem tudom, hogy ez rájuk nézve fog-e valamilyen változást is hozni. Attól tartok, hogy nem annyira. Nem kéne senkinek képmutatónak lennie, akár egy hétköznapi polgár, akár egy miniszterelnöki szinten dolgozó figura, hanem tisztességesnek kéne lenni. Nem lepődik, meg várható volt az egész. Tehát drogozik itt az egész kormány mindenki, tehát csak hát titkolják szépen, okosan, de hát ezzel nem fogunk tudni mit tenni mi. Mert mi kicsik vagyunk oda sajnos, ahhoz, hogy mi tudjunk tenni, ezzel ellen össze kéne fogni egész Magyarországnak. Szerintem az Orbán kormány, amikor így a LMBTQ embereknek a tiltott házasodását eltörölte, ugye ebben Szájer József is benne volt, és ez azt gondolom nem volt tényleg korrekt, emiatt
mert ugye most, ugye mint kiderült, ugye ő is az, LMBTQ ember, legalábbis valószínűleg nem véletlenül volt azon a házi bulin. És hát igazából nem tudom, én úgy gondolom, hogy szerintem kicsit változtatniuk ezen az egészen, így a hozzáálláson. Én már azt egy nagyon pozitív jelenségnek tartom, hogy van, akit ez foglalkoztat, és van, aki beszél róla. És nem csak úgy elfogadjuk, hogy hát történnek ilyen dolgok, ez van, hanem tényleg az embereket érdekli, és vannak ilyenek, mint ti, akik utána mennek, és megkérdezik, és kíváncsiak rá, és van, aki meghallgatja az embereket, van, aki kérdezi őket. Úgyhogy alapjában véve ezt a kezdeményezést én nagyon jónak tartom, és hát magáról az incidensről, arról pedig, hát szerintem mindenki saját véleményt tud alkotni. Én az enyémet ez esetben meghagyom magamnak, de alapjában véve én már azt egy nagyon pozitív dolognak tartom, hogy valamiféle vitakultúra az kiépülőben van. Az egész gyűlöletkampányt úgy, ahogy van, meg kellene szüntetnie a Fidesznek szerény véleményem szerint, mert ennek nincs értelme. Aztán, hogyha azt mondjuk magunkról, hogy hívő emberek vagyunk, én is annak tartom magam, akkor nem gyűlölködünk, és nem igyekszünk feltétlen módon keresni másnak a hibáit. Főleg akkor nem, hogyha felelős beosztásban vagyunk. Amúgy is az lenne a célszerű, hogyha mindenki először a saját bűneivel, hibáival, egyebeivel foglalkozna, és csak azután foglalkozna azzal, hogy mások mit és hogyan tesznek, vagy nem tesznek. Szerintem nem így kéne viselkedni. Tehát ezt belső berkeken belül kellene először tisztogatni, és akkor utána mérlegelni azt, hogy ki milyen hatáskörben mozoghat a politikusok körül, függetlenül attól mondjuk, hogy melyik pártról beszélünk. De szerintem ezt mindenképpen valahogy törvényszék elé kéne vinni. Előbb kellett volna neki gondolkodni, hogyha valaki ilyen felelősségteljes pozícióban van, akkor ez automatikusan nem teszem meg, vagy előbb mondok le. Tehát ez olyan, mint a kábítószerezik a dopingol a sportoló, és akkor lebukik. És eltiltják 10 évre, 20 évre. És hát most én az ő helyébe azt csinálnám, hogy az előző mandátumig visszamennek, visszaadnám a pénzt, amire érdemtelen voltam. A gyűlölet az relatív, tehát hogy ki a menekült, ki a... Tehát 56-tal hasonlítják, akkor a magyarok kértek. Most meg akik bejönnek, azok követelnek, tehát lakás. Tehát különbséget kéne tenni, tehát ésszel kéne a politikusoknak. Tudom, a párt az nem a észről szól, hanem hogy melyik oldal. De hát erre szoktam mondani, hogy a szerelmes versek között nincs baloldali, jobboldali, kivéve akinek a szíve a balról egy kicsit elcsúszott a jobb oldalra. Amikor meghallottam, akkor napokig röhögtem én is és a barátaim is, de igazándiból nagyon szomorú, hogy ez történik egy magyar politikussal, és nem tudom, hogy lehet elviselni egy ilyen világméretű szégyent. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy igen, és kell, hogy változtasson, mert ez így nem mehet tovább. Azok ugyanolyan emberek. Hiszlám, ő is olyan ember, mint amilyen mi vagyunk. Én nem ítélem előtt, mert nincs jogom hozzá, hogy elítéljem. Bánatos vagyok olyan szempontból, hogy nem vállalta fel igazán nyíltan, őszintén, hogy ez van. Hisz emberek vagyunk. Tévedhetünk, rosszat csinálhatunk, a rosszból viszont lehet tanulni. Tehát a rosszra ugyanúgy szükség van, mint a jóra, mert ha csak a jó történne az emberrel, akkor tulajdonképpen elbízná magát, hogy úristen, de tökéletes vagyok. Márpedig, mert nincsenek tökéletes emberek, hál' Istennek, elég, hogyha jók vagyunk.